Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Majdásomban ismételten egy eléggé érdekes, illetve nagyon is fantáziadús történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Juushin Enbu. A Juushin Enbu műfeltekintve a fantasy kategóriához tartozik. Maga történetünk legelőször manga formájában jelent meg, Huang Jin Zhou tollából, aki 2006 és 10 között összesen 5 kötetet publikált. Ám legvégezetül 2007 és 2008 között 26 rész formájában az anime is megjelent, Sekijima Mayori forgatókönyvíró, illetve Sekita Osamu rendezők jó voltából. Történetünk egy mítikus világban játszódik, amelynek közepét a Ken Birodalom képezi. Ugyanakkor a birodalom már jó ideje a hanyatlás útján jár, mely az ifjú és gyönge császár, valamint a kapzsi és korrupt hivatalnokok kapcsolatának köszönhető. Azonban a birodalom polgárai számára még mindig él az igazságosság mítosza, avagy a szent kard legendája, amely elhozhatja a méltó császárt a trónra, aki a szent harcosai oldalán végre rendet tehet a világban. Azonban a bosszúra szomjas hadvezér Keiro a birodalmi hadsereg élén a terrort kívánja az országba elhozni, azáltal, hogy a kardot és vele együtt a hatalmat is magához ragadja. Ám útját fiatal harcosok egy csapata, avagy a leendő királyjelölt Taito és annak társai, a szent harcosok keresztezik, akik eltökélik, hogy egy olyan birodalmat teremtenek, amely képes felettetni a múlt borzalmait. Azonban küldetésük nem egy konfliktust is szül közöttük, melyben egyesek már a küldetés teljesíthetőségét is megkérdőjelezik, míg mások a végsőkig elmennek, hogy a veszteségek dacára is elérjék álmaik országát. Összességében egy korához képest jó képi és hangvilágú történetet kaptunk, amely számos érdekes karaktert és fordulatot is tartalmazott. Ezen karakterek közé tartozik a kalózkapitány Koyo, az íjász Hosei, a tanácsadó Choyo, a szerzetes lány Rimmei, valamint a templomi őr Ryuko is. Azonban súlyos hibák közé sorolható a karakterek lehetőségeinek elpazarlása, a sztori összecsapott befejezése, illetve a túlzott jó fiúskodás a tragédiák közepette. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Juushin Enbu csupán csak egy 10/5-ös alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!